Petőfi Rádió, minden magyar, benne pedig a Hajrá Magyarok, és itt van Vitéz Varga Viktor. Hello, Viktor! Sziasztok, hello, üdvözlök! Nagyon köszönjük, hogy ilyen gyorsan beugrottál, hiszen ugye Heinz Gábor Biga lebetegedett, és a helyére tulajdonképpen most ilyen villámgyorsan be tudtál futni, úgyhogy ez nagyon jó fejség. A zenészek között van egyébként ilyen kimondatlan, íratlan szabály, hogyha valahol valakinek be kell, vagy be lehet segíteni, akkor ugrik a másik? Nem hinném. Viszont én úgy vagyok vele, hogy hát elég sokat játszunk együtt Bigával, illetve sok dalt is írt nekem, meg hát miért ne? Én szeretek zenélni, mindig vannak gondolataim, amiket lehet közvetíteni, úgyhogy itt vagyok. Na, és most milyen gondolat? És én sose vagyok beteg. Az jó, az jó. Hogy csinálod? Úgyhogy minden nap megfürdök az egyfokos vízbe. A Dunában, vagy a kis tavamba. Így kezdődik a nap? Igen. De hány percig tart ez a fürdés? Nem sokáig, mondjuk egy ez vagy csak kettő. Egy ilyen mártózás? Hát annál hosszabb egy kicsit. Kb. Egy perc lehet. De ez annyira beindítja ezeket az életben maradási hormonokat, hogy gyakorlatilag minden nap teljesen új emberként kezded az életet. Na, és akkor mesélj még. Van ez a közel egy-két perces, vagy egy perces ilyen hideg zuhannyal felérő, de talán a mártózás az megint más, mint egy zuhany. És akkor utána mi jön? Hogy épül fel a nap? Hát mostanában igazából nagyon szörnyű napjaim vannak, mert már unom. Tehát gyakorlatilag 3 éve építem a házamat. Eddig barátaimmal, meg édesapámmal csináltam. Most édesapámnak leszakadtak a bicepszei. Jézus. Úgyhogy most már egyedül maradtam az építészetre. De értesz hozzá? Van, amit YouTube-ról tanulok. Meg van, amit tapasztalatban, és akkor általában kétszer épül meg minden. Igen, azt olvastam, hogy a tetőszerkezettel volt probléma, és ezt teljesen újra kellett húzni. Azt mondjuk nem az én hibám volt. Az eső. Hát az, hogy rendkívül sokáig épül, mert ugye kevesen vagyunk rá, és így addigra, mire felépült, már ez is rohadt. Nem tudtuk befejezni. De most gyorsabbak voltunk, most már nem ázik. De várjál, van egy jurta is, én úgy tudom. Bizony, abban lakom. Hát maga a ház az nem lakhatásra készül. Nyilván biztos lesz olyan, amikor majd ott is alszunk benne. Hát akkor minek? Az műhelyek és jóga központ. Én spirituális központot szeretnék létrehozni, illetve rengeteg műhelyre van szükségem, mert varrok, szobrászkodok, festek, és mindegyiknek kell, hogy legyen egy szoba, egy tér. Ugye látni is lehet minket a Petőfi Rádió YouTube csatornáin, illetve Facebook oldalán. Ez egy kabát, ugye? Vagy egy az. Kabát. Ezt te vartad? Bizony. Nagyon menő. Ez a téli szettem. Jaj, füle is van, óriási, hát így már mint egy farkas. A magyar farkas. Na jó, hát lesz még miről beszélgetnünk ebben az órában, hogyha te is szeretnél kérdezni Viktortól, a 0630303380 as számon felteheted a kérdésed Viktornak. Sok mindenről fogunk beszélgetni ebben az órában, hiszen Viktornak nagyon színes az élete, ahhoz képest, hogy most kicsit unatkozik itt a felújításunk kapcsán, de azért ez is nagyon sok színes. Minden történik. Na, és hát zenélni is fogsz nekünk, vagyis énekelni. Ugye, mivel itt most hirtelen kellett beugrani, így zenészek nincsenek mögötted, de van egy zenei alap, és arra fogsz te élőben énekelni. Az első dal pedig a Kocintós. Legyen. Szeretnél róla beszélni? Persze. Ez Vigának a dala egyébként. Ő írta, és egy ilyen elég csodálatos hármasunk alakult ki, a Dr. Béres, Heinz Gábor, Varga Viktor történet. És rendkívül sok helyen játszunk, ez mindenhol működik ez a dal, akármilyen helyzetben, hiszen hát sírva vigad a magyar, de itt nem kell még sírni se, tehát csak kocintani. Na akkor hajrá, csapjunk bele! A Petőfi Rádió zenei stúdiójában élőben Varga Viktor és a Kocintós. Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban. Hoppá! Hétfő van, megint csak egy hétfő van. Hova szalad a világ, picit fáradtam, de valami felráz a szombat esti láz. Emléke, én átettelek emlékbe, mint szívem aranyát, s benne én meg te. Ott fejtetőre át velem a világ.
és akkor kocincsunk egyet a babámra. Hoppá! A szerelemben is hétfő van, és hűvös lesz a nyár a szívem émolban. Csak halkan muzsikál, össze-vissza kalapál, de ha a tűz bent ég, még őrzött te és őrzöm én. A fene vigyel, addig minden szép, újra átölel a nyár. Na menjen, ami fáj! Csóró gyerek vagyok délelőtt, de ma este megtáncoltatom a szép cipőt. Peskő legyen minden pohárba, és akkor kocincsunk egyet a babámra. Na hogy azt mondja? Csórón én nem játszom a nagy menőt, de az élet mellém dobta ezt a bomba nőt. A pénz sem rossz dolog, én belátom, de te vagy a legszebb kincs nekem a világon, te vagy a legszebb kincs nekem a világon. Szombat este újra velem a banda, a kimaradás lesz, ezt mindenki adja. Töltse, 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 de úgy, hogy ne menjem elé egy csöp sem, mert ma nagyban vagyunk, nagyban leszünk és nagyban is maradunk. Mindenkire iszok egyet, akire csak lehet, meg mindenre is, ami boldoggá tett. A Charlie bácsi mondja, egy a rossz időkre kell. Egy, hogy jól aludjak el, egyet a jövőre, egyet a jelenre, s egy dublád a kifizetett hitelre. Csóró gyerek vagyok délelőtt, de ma este megtáncoltatom a szép cipő. Még egy pálinka a pohárba, és akkor húzóra itasok begyárra, és akkor húzóra itasok begyárra. Gyere, gyere, gyere! Csóró gyerek vagyok délelőtt, de ma este megtáncoltatom a szép cipőt. Veskő legyen minden pohárba, és akkor kocincsunk egyet a babámra. Na hogy azt mondja? Csórón én nem játszom a nagy menőt, de az élet mellém dobta ezt a bomba nőt. A pénz sem rossz dolog, én belátom, de te vagy a legszebb kincs nekem a világon. Te vagy a legszebb kincs nekem a világon. Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban Varga Viktor van itt a stúdióban, akit láthatsz is a Petőfi Rádió YouTube csatornáin, illetve Facebook oldalán. Nagyon komoly a szett, egy ilyen farkas szettben érkezett tulajdonképpen, amit ő maga vart. A visszatérő. Emlékszel arra a filmre? Aha, persze, igen. Abszolút itt van egyébként. Ugye kérdeztem már az előbb, hogy hogy telik egy napod, de mindig felébredsz, és akkor az alapján kitalálod, hogy ma éppen mi lesz, milyen ihlet ér, hogy most éppen ruhát vart, tervezel, vagy dalt készítesz, vagy építed a házat. Hát bár így lenne ez az álom életem, amit most felvázoltál, de hát nyilván nekem is van a kötelességeim, meg kötelező dolgaim, amiket nem én határozok meg, de mostanában most, hogy így kihűlt az idő, így most már néha tudok olyanokat csinálni, amihez nekem is van kedvem, illetve hogy ami a saját gondolatom, de hát nem, hát mennem kell mindig koncertre, vagy tévékbe ide-oda jönni-menni, akkor az építkezés az nyilván szinte mindent elvisz. Azon kívül úgy szoktam pihenni, hogy mondjuk most összeraktam egy ilyen középkori vagy ókori ládát. Fából építettem egy vasládát. Fából. Nem tudnak követni. Igen, az én életemet nagyon nehéz követni. Lehet követni az Instagramon, de nem lehet követni. Én magam sem tudom követni. De egyébként azért, ha már itt tartunk, elég megosztó személyiség vagy. Hála az égnek. De te szereted? Már nem tudok más csinálni. Meg kellett, hogy szeressem. Nem, én igyekszem mindenben megtalálni a pozitív irányt. Mert mindenben van. Mindenben van negatív is, és pozitív is. És mindent át tudsz tekerni pozitív irányba. Ugye itt adáson kívül beszélgettünk, hogy épül a házad, hát most a 3 éve, hiszen minden munkálatot te és az édesapád, illetve most már csak te csinálsz, és menet közben tanulod meg, hogy ugye mit is hogyan kellene csinálni, szóval
saját tapasztalatból tanulsz, meg hát videókból tulajdonképpen, de hogy van mellette egy jurta, ami most már luxus jurta lett, és akkor ugye kérdeztem van tőled adáson kívül, hogy miért választottad ezt a formáját a lakhatásnak, meg az életnek? Hát ez onnan indult, nyilván egyrészt a kényszerűség, az, hogy ugye feladtam az albérleteket, ez még a Covid idején volt. Mm. Nem tudtam többé fizetni, és akkor egy barátom befogadott. De közben minden nap kibicikliztem a Lupatóhoz, mert ott szeretek fürdeni, és egyszer csak megláttam ezt a házat, ami eladó lett. Azonnal meg is vettem, kaptam kölcsönpénzt, mert nekem akkor éppen nem volt. Azóta ez már sikerült kifizetnem, visszafizetnem a barátomnak. Viszont ugye nem lehetett bennakni, mert annyira rossz állapotban volt, és eszembe jutott, hogy annak idején voltam egy műsorban, a Totem volt a címe, és ott jurtákban laktunk. És ezzel a gondolattal mondom, hát itt van az ős mag, hát ebből kell kiindulni, minden ebből indult ki, egy fészekből. És annyira megszerettem, hát Mongóliából rendeltem egy jurtát, annyira megszerettem, hogy gyakorlatilag azóta abban maradtam, és nem is áll szándékomba kiköltözni belőle, mert annyira tökéletes, egész más atmoszférája van, mint egy háznak, aminek sarkai vannak. Ez ténylegesen egy fészek, egy olyan megnyugvást okoz, hogy aki ott van, azonnal nem akar kijönni. Azon kívül most már, hát az első két év az nagy szenvedés volt, mert nem mertem belerakni kályhát, hogy ugye télen melegem legyen, mert úgy féltem, hogy leégetem, mert ilyen olyan anyagból van, hogy nem bíztam benne. És hát akkoriban vizem sem volt, úgyhogy a Dunába fürödtem, az volt a fürdőszobám abszolút, és hát minden nap mínusz egy fokra kellett kelnem. Ezt kicsit már így megelégeltem a második év után, és ekkor úgy döntöttem, hogy jó, kipróbálom akkor milyen tűzzel fűteni. És szerencsére nem égett le, azóta is minden nap azzal fűtök, de már még tovább megyek, most már igazán luxus a jurta, ugyanis beépítettem egy klímát is. Aha. És ennek ugye nyáron nem kell, mert kicsit felhajtod az alját, akkor már átfújja a szél, tehát gyakorlatilag nyáron nincs rá szükség. Viszont ilyenkor télen abszolút hasznos, hogy még nem vagyok otthon, már bekapcsolom, és már melegre érkezem, és csak rá kell fűteni a tűzre. És ez a fajta természetközeliség, akkor ezt az élet hozta számodra, hogy ez így alakult? Vagy azért te ezt valahol így vágytál is erre? Valahol mindig is így éltem, mert édesapám állandóan olyan túrákra vitt már kisgyerekként is, hogy ezeket megtapasztaljam, meg sátraztunk folyamatosan Erdélybe, sziklákat másztunk, vagy a román határhoz futottunk meg vissza télen, és meg kellett mártózni a jegeskörösbe. Akkoriban nyilván utáltuk ezeket, de most jött meg ennek az értelme, hogy gyakorlatilag bármilyen helyzetet kibírok most már, sőt, nem hogy kibírom, hanem már élvezem is. Egyfajta fakírság ez. De akkor ez tulajdonképpen ad egyfajta önbizalmat, nem? Meg egy ilyen alap. Rendkívül sok mindent ad ez. Nem is gondolná az ember, hogy a diszkomfort az mennyire komfortos. Mert így a komfortot sokkal inkább szebbnek és csodálatosabbnak éled meg. Tehát kell ellenpontozás. Én abban hiszek, hogy az élet az nem lehet egy egysíkú, unalmas, középszerű dolog, legalábbis nekem. Mert én azt nem tudom elviselni. Nekem írtózatos szélsőségekre van szükségem ahhoz, hogy boldog tudjak lenni. Ennyi a lényegem. Na, hát zöld az ég. Na, legyen. Vagy zöld a fű, kék az ég, vagy hogy is, vagy lehet, hogy fordítva. Igazából, legyen szélsőséges. Legyen szélsőséges, téged ismerve bármi előfordulhat. Ezzel folytatjuk most itt a Petőfi Rádióban. Élőben zenei alapra énekel Viktor, láthatod is a Petőfi Rádió YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán, figyelj! Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával! Lehet zöld az ég, s lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Így én keresem a feketét a fehérben, keresem a vonalat a tenyérben, de érzem azt, hogy nekem így jó, jó, jó. Ceruzával rajzolt fantomkép, esküszöm, pont mint én. Hát mit is tettem, bárcsak érteni, itt járok mégis szabadon én. Vonz a veszély, bár örültnek látom,
és lehet kék a fű. Nekem mindegy, ez végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, a tudod Amerikába, és így jutott el az a hajó. Rám vigyorog a tükröm, hogy furcsán néz, valamilyen laza trükkel már megint új arcot cserél. De érzem azt, hogy nekem így jó, jó, jó. Legurult az égről most a hold, biztosan teljesen tele volt. Velem is megtörtént, de nekem így jó, jó, jó. Felnőhetnék, csak becsapás, hogy nagynak látsz. A külsőség is csak kifogás, egy megtévesztő más. Mert lehet zöld az ég, és lehet kék a fű. Nekem mindegy, ez végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, a tudod Amerikába, és így jutott el az a hajó. Mert lehet zöld. Lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, a tudod Amerikába is így jutott el az a hajó. Mert lehet zöld az ég, és lehet kék a fű, nekem mindegy, hisz végül is így gyönyörű. A tévedés néha jó, tudod Amerikába, és így jutott el. Magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban Varga Viktor, akit láthatsz is a Petőfi Rádió YouTube csatornáin, illetve Facebook oldalán. Viktor, most már mindent tudunk az előkészületekről, ami a házat, a jurtát illeti, de egy kicsit térjünk rá azért a szakmaiságra is, hiszen például a Nemzeti Lovasz Színháznak írtál egy musicalt talán egy éve, ugye nem nagyon tudtuk behatárolni. Igen, ez a Fehér Lófia. Hogy indult ez az egész, és mennyi idő alatt pottyant ki ez a musical? Nehéz feladat volt? Ekkoriban azt hiszem, hogy már egy éve vagy két éve játszok a Nemzeti Lovas Színházba, ami életem egyik legcsodásabb időszaka, mert egyrészt lovak vannak, gyönyörű lányok vannak, a barátnőm is egyébként onnan keveredett hozzám. Azon kívül, hát csodálatos dolog az, hogy felkérnek egy ilyen volumenű ős magyar darab megírására. Ez a magyar mondakör. Úgyhogy ez gyakorlatilag önmagától esett ki a fejemből, amikor már ugye elkezdtem szerezni. Az összes hangszert, minden dalt, dallamot én találtam ki. De valójában úgy tartom, hogy ez csak átfolyt rajtam. Tehát egy olyan szerző vagyok, aki igazából nem is szerző, mert maga az univerzum az, ami szerezte ezt a darabot. Küldi a jeleket, és úgy érzed, hogy nem tudom, leülsz, és egyszer csak így jön. Ez egyfajta meditatív állapot. Tehát csak belehelyeződök ebbe az improvizatív állapotba, és... Na, de akkor egy kicsit segíts nekünk. Hát, ha mi is képesek vagyunk hasonlóra. Szerintem mindenki képes rá. Ez egyrészt bátorság kérdése. Tehát a legtöbb ember nem mer énekelni, nem mer zenei hangokat, vagy motivumokat kiadni magából, holott tele vagyunk, hiszen folyamatosan zenei hangok érnek minket, meg mindenféle hangok a külvilágból. Ezeket mind vissza tudnánk egyébként játszani. Tehát én is csak azokban tudok inspirálódni, ami körülvesz.
és ezért van az, hogy sokszor megírják a szerzők már meglévő daloknak a dallamvilágát, ezért nem lehet szerintem ezt így kimondani, hogy ez csak az én zeném, mert ilyen nincs, mert ez egy hömpölygő hullám. Na de amikor jön egy ilyen alkotási folyamat, hogy alkotnod kell mondjuk így időre, meg van egy kész projekt, amit... Na azokat nagyon utálom. Gondolom, hogy nem egyszerű. De akkor hogy állsz neki? Mondjuk előtte jogázol, egy kicsit meditálsz, vagy mi történik? Általában mondjuk csinálok valami mást, mondjuk éppen faragok, vagy éppen a házon valamit láncfűrészezek, és akkor elegem lesz belőle, és érzem, hogy most eljött az a pillanat, amikor meg tudom írni azt a pár szót, vagy pár sort. És akkor leülök a zongorámhoz, és gyakorlatilag már azonnal átesek abba a dimenzióba. És akkor ezeket mindig gyorsan rögzíted is? Igen. Vagy vissza tudod játszani? Hát például, hogyha mondjuk kocsiba ülök, elég sokszor történik ez, napi, vagy illetve heti 3000-et biztos megyek csak országon belül, így a koncertek miatt. Olyankor is van egy diktafonod, és akkor felveszed. És legtöbbször egyébként ezeket nem is használom fel. De van olyan, amikor átnézem, és pont ez kell, vagy eszembe jut, hogy pont ez kell ide, amit akkor vettem fel. És akkor azt kibontom, és abból készül valami. Vagy zongorám, vagy csak egy dobot játszok fel, vagy csak egy szöveget. Aha. Írtál dalt a tűzsonglőröknek is. Igen, most van egy tűzsonglőr brigád, akik ugye rengeteg fesztiválon fognak játszani, Ozorral, meg stb. Helyeken, külföldi fesztiválokon is, és kellett nekik egy ilyen fő dal, amivel indítják mindig az estet, és erre felkértek, hogy készítsem el nekik. Ez olyannyira jól sikerült, hogy nem is fogom elengedni, tehát fogok menni velük valószínűleg, és a legtöbb helyen majd éneklem velük. Aha. Kicsit ez is az ős magyarságból, meg az ős kultúrából merítettem az egészet. Szerencsére olyan helyzetben vagyok egy ideje, hogy sokat tudok utazni. Január és február környékén, tehát minden évben 2 hónapot valahol vagyok, és engem ezek az ős kultúrák azok, amik mozgatnak. A Perúban például az indiánok, ahol 6 féle indián törzsel laktunk, most érdekel Mongólia vagy Szibéria, a sámán világ, vagy Afrika, vagy Tájföldön a dzsungelba. És gyakorlatilag mindenhol azt veszem észre, hogy egy magról vagyunk. Tehát maga a vallások és az emberiségnek a magja az ugyanaz, akármit csinálunk. Tehát, és ezt vezettem vissza egyébként az ős magyar vallásokhoz is. És ebből merítkezem zeneileg is mostanában. Ezek még annyira nem hallhatók, még nyilván Fehér Lófiánál, aki a színház volt, az ott hallhatta, de még nem értem el sajnos a házépítés miatt oda, hogy ezeket kirakjam. Viszont rengeteg ilyennel készülök, ami ezt az ősiességet fogja felszínre hozni. Említetted nekem, itt még adáson kívül, hogy a 2024-es olimpiára is írtál már dalt, vagy ez még készülőben? A dal maga már készen van. Felhívott az Ökölvívó Szövetség elnöke, hogy szeretné, hogyha lenne a magyaroknak egy bevonuló zenéje. Hát mondom, oké, akkor ezt meg is csinálom. Gyakorlatilag azonnal megírtam egy 2-3 óra alatt komplett zenét és szöveget, meg hangszerelést. Mert akkora energiát adott ez a felkérés, hát ez ilyen nem nagyon történik meg az emberrel, vagy egy zenésszel is nagyon ritkán, hogy azonnal kiesett egybe, és imádják, tetszik nekik, úgyhogy hamarosan klip is készül majd rá. És itt is ugyanez történik, hogy szerették volna, hogyha belekeveredik ugye nyilvánvalóan a magyarságunk. De ez is csak annyira finoman és ügyesen, hogy szinte észrevehetetlen. De egy brutális horderejű zene, aki eddig hallotta, legalábbis így reagált. Na kíváncsian várjuk. Mikor lesz egyébként az én nagy közönség számára is hallható, látható? Igen. A közeljövőben. Szerintem, hát gondolom majd akkor, az olimpián. Oké. Jó, hát akkor amivel viszont most folytatjuk, az újratervezés. Ismét zenei alapra. Itt a Petőfi Rádió zenei stúdiójában el is lehet kukkantani, a Petőfi Rádió YouTube csatornán, illetve Facebook oldalán. Barga Viktor. Jöhet a Király Viktor is. Bocsánat, Barga Viktor, tehát élőben, és az újratervezés, figyelj. Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával. Mit csináljak? Meguntam az üres körforgást. Mire várjak? Én indítom el a változást. Mi az ára? Kiderül, ha mindent ott hagytál. Tudd, hogy újra
talpra állsz, amikor elbuktál. Megtalál a boldogság, ha nyitott szemmel vársz rá. Szüles újjá, hallgass rám, kelj fel és járj! Újra tervezés, szabadság kell, meg napfény. Újra tervezés, egy élet túl kevés. Nem bírom, amikor megmondják, ki csináltak. Add ki, amit eddig elnyomtál. Mi a válasz a kérdőjére, amit rajzoltál? Az a válasz haladja, ahogyan a szív diktál. Felébred a bátorság, a türelmed rég elszállt. Kezet nyújt a távolság, kelj fel és járj! Újra tervezés, szabadság kell, meg napfény. Újra tervezés, egy élet túlkerülés. Újra tervezés, szabadság kell, meg napfény. Újra tervezés, egy élet túlkerülés. Volt már néhány boldog percem, réges, telen, régen. Nem bírok megállni többkel, véghez viszem, amit elterveztem. Nem bírom, amikor megmondják, hogy mi az, amire kell még fájnom. Mert szabadabb észre keresés nélkül is folyton megtaláltam. Hogy miben higgyek, hová menjek, mi legyen a legfőbb célom. Ez nem kellett nekem senki más, csak egy ember, akiben bízom. Mindenki terem, mindenki ugat, újabb hasznalan utakat mutat. Nem akar-e senki rá döbbenj, megoldod bármit saját magad. Kinyílt a világ, tárgy a kezed, az életed film, az idő megpered. Ne foglalkozz azzal, amilyen sohasem volt kedve. Újra tervezés, szabadság kell, meg napfény. Újra tervezés, egy élet túl kevés. Újra tervezés, szabadság kell, meg napfény. Újra tervezés, egy élet túl kevés. Újra tervezés, szabadság kell, meg napfény. Újra tervezés, egy élet túl kevés. Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban Varga Viktor, akit láthatsz is a Petőfi Rádió YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán. Viktor, te ugye már az előbb említetted, hogy szeretsz utazni és világot látni, ami fontos. Azt hiszem, hogy az embernek egy kicsit kinyíljon még jobban a tudata és a rálátása az egész világra. Milyen helyeken jártál? Mi az, ami a legnagyobb hatással volt rád eddig? Hát én csak olyan helyekre megyek, amikről tudom, hogy nagy hatással lesznek rám, és ilyen indítatásokból, intuíciókból szoktam utazni, és azt is ráadásul úgy, hogy van, hogy évekig csak gondolok rá, hogy az kéne, és egyszer csak beüt, hogy na most eljött az idő, hogy oda megérkez. Így volt például Peru, az 4 év volt, mire eljutottam oda, de a megfogalmazódása már 4 évvel korábban történt, és gyakorlatilag minden úgy történt ott is, ahogyan történnie kellett. És mit tapasztaltál, hogy jöttél onnan vissza? Milyen gondolatokkal, milyen érzéssel? Azt gondoltam, hogy majd meg fogok változni teljesen, és hogy egy teljes agymosást kapok, és egész új világnézetem lett, de nem. Az történt, hogy megerősítéseket kaptam abban, hogy ahogyan élek, és ahogyan gondolkodok, az abszolút, az az igazi. Uh-huh. Mert természetközeli, mert igazságos, egyszerű, és nincsenek semmiféle kanyarok az utamba. Most legutóbb, igen, bocsánat, mondjad? Voltam Indiában, az egy nagyon izgalmas túra volt, ott több ezer kilométert motoroztunk az akkori szerelmemmel körbe a Rajasztáni sivatagba. Ott is rengeteg olyan élmény ért, amit akkor hirtelen kicsit szörnyűnek vagy túlzásnak éltem meg, viszont mára már beépült a rendszerembe, és értem most már a lényegét a világnak ott, hogy ott miért élnek úgy, ahogy. Uh-huh. És most legutóbb Törökországban voltatok. Uh-huh. Ott mi történt? Hát a Lili kitalálta, a barátnőm, hogy akkor most szülinapomra elvisz Törökországba, ráadásul Kappadókiába. Én nem tudtam az egészről, az utolsó nap sem mondta el, de ültem a fürdőkedvén, mosom a hátamat, és mondom,
De Lili, ilyen vörös homokot látok, meg hőlégballonokat. Kappadókiába megyünk? Ne! Azért ne! Honnan tudod? Láttad valahol? Nem, dehogy is. Egyszerűen csak olyan erősek az intuícióim, hogy így sokszor előre vetülnek a dolgok. Wow. És hát életem egyik, ez is egyik legnagyobb élménye, és rengeteg sziklát mászok, az a kedvenc sportom most. És ott meg csak olyan helyek vannak, ahol ilyen kőszírtek, ezek a szél által kimosott kövek vannak, és ezeken mászkáltam fel 8-10 méter magasban, ilyen sziklasírokat fedeztem fel. Úgyhogy egy nagyon izgalmas világ, meg hát ugye ott ők a föld alá is építkeztek, 10-20 emeletes házak vannak a föld alá építve lefelé. Sok izgalmas dolog van ott, kicsit nehéz most így pár percben elmondani, de mind hozzájárulnak ahhoz az élet filozófiához, amiben én próbálok létezni. Nos, jön egy dal, a Vadnyugati Hős. Na, tessék. Ez hova kapcsolódik? Milyen életszakaszhoz? Hát ez még a nagy szerelmes időszakon Cynthiával, mint amikor két ugye lovasként vágtázunk a sivatagba, tűzön vízen át. Ezt hallgatjuk most élőben itt a Petőfi Rádióban. Varga Viktor! Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban! És vörös borozott, édes csókos ajkáról még gyakran álmodom, miatta eresztettem szélnek minden ágyasom. Ha megfénülsz is kell lesz majd, nem számít a kor, előttünk a féktelen és mögöttünk a por. Egymás mellett vágtatunk két vadnyugati hős, a rossz fiú az én vagyok, de a legszebb szeretőm ez a nő hozzám való. Csak el ne szaladjon vele a híd aló. Ez a nő odaadó, és jó tudja, hogy sosem leszek jó fiú. Hozzám való, jól tudom, hogy nincsen hozzá hasonló. Ez a nő odaadó, és jó tudja, hogy sosem leszek jó fiú. Izgalmas az életünk, egy mozgókép színház, de a féltés ketrecében előjött a szökésvágy. Törvényen kívül élek, és a részem a szabadság, de ne félts engem, éjjelente érkezem hozzá. Ha megfénülsz is kell lesz majd, nem számít a kor, előttünk a féktelen és mögöttünk a por. Egymás mellett vágtatunk két vadnyugati hős, a rossz fiú az én vagy, de a legszebb szerető. Ez a nő odaadó, és jól tudja, hogy sosem leszek jó fiú. Ez a nő hozzám való, erre szaladjon vele a hiszaló. Ez a nő odaadó, és jól tudja, hogy sosem leszek jó fiú. Sosem leszek kint a ló.
élőben a Petőfi Rádió zenei stúdiójában Varga Viktor, és annyira túlbeszéltük az időt, közben nézem a Facebook közvetítésünket, jó hideg lehet a stúdióban, és tényleg én is ilyen kis szörmokba öltöztem. Nekem meg. Már nagyon melegem, mert rám kapcsoltátok a klímát. Gyilok, de már nem vetkőzök. Hogy beleférjen még az utolsó zene a Hófehér, akkor erre térjünk ki, okay. Jó, gyorsan mehet? Persze. Be is csapunk, jó. Akkor a Hófehér élőben Viktortól, Varga Viktortól, itt a Petőfi Rádióban élőben figyelj. Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával! Elhittem, hogy a csillagok közt rád találok majd, hogy a hold is megszólal, bámul utána. Engedd meg, hogy a szél lehessek, simítsam válladat, velem mindörökké száll a szerelem fátyna. Mikor fürdesz az óceánban, csókja én leszek, hullámokkal gergetlek, hogy folyak vele. De most, ahogy így állsz, tisztán, hófehér ruhád, lépben ránk, boldogság vár egy életen át. De most, ahogy így állsz, tisztán, hófehér ruhád, lépben ránk, boldogság vár egy életen át. Fogadom, hogy a tűz is leszek, a kandallónk előtt megfogannasson nekünk szerelem gyermekünk. Az a föld, ami eltakar majd, ha végleg elmegyünk, megígérem rózsát hoz, virágként együtt leszünk. Fogadom, hogy a mindenségben egy vagyok vele, a karomba veszlek, segítelek. De most, ahogy így állsz tisztán, hófehér ruhád, lépben ránk, boldogság vár egy életen át. De most, ahogy így állsz tisztán, hófehér ruhád, lépben ránk, boldogság vár egy életen át. Boldogság vár egy életen át. De most, ahogy így állsz tisztán, hófehér ruhád, lépben ránk, boldogság vár egy életen ez a legfontosabb, a szerelem. Az utolsó dolog, ami a halálos ágyadon felvillan, valamelyik szerelmed arca.